Jó reggelt! Azt üzente a Kornél, aki a barátom, de, hogy aranyos vagyok meg minden, de így nem lehet férjet fogni. Tehát, megismétlem a 3 hónappal ezelőtt tett nyilatkozatomat. Én megkértem a testvéremet, a Bujáki Zsoltot, és a másik testvéremet, a Biró Mariettát, hogy mindenképpen akadályozzák meg, hogy nekem férjem legyen. Hogy is megismétlem az előző nyilatkozatomat az Ábelnak, én egy fiatal lány vagyok, 18, most látszódik, de... Ezek a fekete fiúk kibaszott jól néznek ki, és a faszombaszom sem fog sérülni. Emiatt essen szerelembe a jó kurva anyjuk az. Én úgy döntöttem, hogy nekem csak majd a szex kell, de később. Emiatt én mindig is ide jövök, ide, itt fogok lenni, de itt kikövetelek egy házat magamnak, ma, de itt fogok kúrni baszni egy fekete csávóval, én mondom, itt mindent lehet, de itt mindent kipróbálok, mindig egy darab fiatal fekete csávóval, ha visszajövök és már foglaltam, akkor ennyi volt, megbeszéltük erre, jön egy másik fekete csávó fiatal, megint az a kurva baszok itt, jó? Jó, good morning. Essen szerelembe a jó kurva anyjuk, jó? Tehát ez, amit itt, jaj, good morning. Tehát fogjon férjet a Kornél, jó? Tehát, de, fogja a kezét. Kisfiam, nem az Aranka a nejed? De, akkor kell a faszomnak férj. Én itt mindig vannak csalódott emberek, jó? Ne aggódjanak. Én szerzek magamnak egy házat. Apámékat várom, mert megint ez a problémánk, ami tegnap. Megpróbálom megmutatni. Látják ott ezt? Megint ott kell fel a nap. Tehát nem értem is, apa. Mert ott is megy le. Tehát... Nem bírom tovább. Apukám az agyamra megy, azt mondja, gyere ki, most nézd meg, most nézzék meg. Tehát ott kell fel a nap, közben itt repülők mászkálnak, az a villogó fény, ilyen kis ufók, igen. Ott kell fel a nap, csodás. Pillanat, ott is vannak már repülők, miért? Tehát de ott is ment le a nap, érték? Tehát én tudományos szakértő vagyok. Én, Kornélkám, ez egy félreértés volt, a magyarok szarok, én hun vagyok, a magyarok szarok. Ezek a fekete csávók, ezek jó csávók, jó, ezek intelligensek, okosak, tudok velük beszélgetni, de igaz, hogy csak kurunkba szólnak, és tudok velük beszélgetni, jó? Essen szerelembe a kurva anyád, jó, már ne is haragudjál, jó? Én nem akartam férjet fogni, én elmondtam a Bujáki Zsoltéknak, nem nézted meg a videót, sajnálom, jó? Legyenek ügyesek, okosak együtt, én most csak magamnak még valami, mi ez, tojás reggelit, vagy nem tudom mit, mert ez, amit velem eljátszottak, de komolyan, tehát a Marietta az egy dolog, de ez, amit velem eljátszottak itt, de komolyan mondom már, én már ne arulja, nekem is vannak érzéseim, jó? Már a barátomnak volt igaz a Roxy Mohamednek, de nehogy már én sérüljek, én nem fog szerelmesni, jó? Menjek majd szépen dolgozunk, de János, meg a többiek, juhé, húzzuk bele, jó? Én nem bírhatom már magukat. Azt nézegetem, de nekem még az élet. De Kornél, ez komolyan, azt mondja Kornél, mert így nem lehetem férjet fogni kisem, így direkt elmondott, én nem tudom, nekem nem udvaroltak. Mert azt mondták a Curtisre, de, hogy az összes fiatal lánynak ajándékokat adott, szép szavak, csókok meg, mindenki ilyen fiatal fiúk udvarolták körbe, de nem ez a helyzet. Jó, tehát az a bajom, most már felbasztam az agyam, de komolyan. Tehát nehogy már engem ítéljenek meg, amiatt, hogy maguk 700 nőnek udvaroltak, és egyik se szerelmes önökbe, jó? Mert én se lettem jó. Tehát a problémáim ma, ismételten jövök a Biró Marietta megint. Mi csak dolgozunk. Apám kihivatott, mert ez a helyzet. Nem érdekelnek a fiatal hölgyek, nem érdekelnek, jó, sokkal szebbek, mint én, nem érdekelnek. Itt elfejtettek udvarolni. Tehát ez a helyzet, itt kell fel a nap, és itt is ment le. Ez egy probléma, én egy tojványos szakértő vagyok, ez egy probléma itt, jó? Nem tudom, miért repkednek repülők, mert kurva egy csönd van, tehát értsék meg, ha repül egy repülő, csak elmondom, mi vagy, nézzék meg azt. Az egy UFO. Nincs hang, értik? Nincs hangjuk. Ezt nem tudom, milyen repülők. Egy pillanat visszatérve. Én megértem, hogy ők csepacs rendben nőttek föl, és a csepacs rendszer szerint egy hölgyet 600 úr kombinszolgatott, meg egy urat 600 nő kombinszolgatott. Egy a problémám, ez a kimaradó a Biró Marietta, meg egy csomó másik nő. Én megszerettem ki a szientológiát, mert nem ezt próbáltak megcsinálni. Önök szerint az normális akció-e, hogy áll egy pénzkezelő, ide ilyen stresszbe, nem láttam az ID-ját. Egy pillanat, de nem is önkért pénz, és megint egy csávó, hogy ez a férjed. Egy pillanat, én meg most egy másodperc, és mire visszanéznék, elszalad a csávó, aki a férj. Tehát, értsék meg, egy pénzkezelőnél nem kell ezt csinálni, jó? Mi majd el leszünk egymagunkba. És nézzék meg ezt, ez milyen gép?
Na most meg ilyen gyorsan ideért, tehát... Most van ilyen hang? Hallják? Tehát... Abból az irányból jön a hang, és semmi gép. Na, tehát... Én kornélom, nem akartam férjet fogni, nekem ilyen problémáim vannak itt, jó? Mert itt a csepacsok össze-vissza gémeskednek, és közben itt más problémánk van. Egy repülőteret építek ide, nem halad jól egyelő, nem tudom mi a probléma, itt hang nélkül jönnek már repülők is, itt vannak az UFO-k is, én csak fáradt vagyok, megyek házat igényelni magamnak, jó? Na, szép napot!